Fényárban úszik a Kossuth tér, a levegőben kemencében sült jászlepény és a forralt bor illata keveredik. Az adventi faluban minden faház kinyitott és ízletes finomságok várják a látogatókat. A Rotary Klub Szolnok is berendezte standját, ahol forralt bort és teát kínálnak. Idén sincs meghatározó ára, becsületkassza működik. Hosszú évekre visszanyúlóan ez a projektünk már megvan a klubnak. 36 fős Rotary Klubunk minden évben megrendezi, megszervezi a város támogatásával és segítségével a jótékonysági gyűjtést. A Ligetúti otthon lakói számára gyűjtünk már most több év óta. Minden évben az ott rászoruló embereknek különböző eszközöket, tárgyakat vásárolnak az összegyűlt pénzből, a szolnokiak adományaiból. Legutóbb különböző hangszereket, zenei eszközöket és foglalkozásokkal kapcsolatos eszközöket kaptak több százezer forint értékben. Az idén is ezt céloztuk meg, hogy ők meghatározzák, hogy milyen eszközökre van szükség, mi pedig itt jótékonyság keretében összegyűjtjük erre a pénzt. Tavaly több mint 400 ezer forint gyűlt össze a jótékonysági akción. A Rotary Klub Szolnok elnöke és a Liget otthon is bízik benne, idén is hasonló összeggel tudják támogatni az intézményt.